Szóval, várjál már, mi lett a kamerával. Hopp. Fog... Darásfészek, az itt van bent. Na szóval, azt mondja, kicseréltük a csapat, ugye, mert az rossz volt, vagyis már két évvel levettük, azóta nem volt beindítva. A motorolaj szintet megnéztük, az rendben van, ugye, feltöltöttük vízzel, akkor indíthatunk. Nézzük, hogy két év után, hogy fog bepöccelni az öreg lány. Na menjünk, Erik. Az is befolyod a darazsokat? Ja, mert vannak itt új lakók, közben beköltöztek. De le kéne verni a fészket, nem? Itt én jobban látom, vagy onnan jobban látod a másik. Mi van itt benne neked? Hát a verseny nem egy tip-top, de hát majd rendben lesz szedve. Ha lesz rá idő, hanem akkor megint így áll vagy két évig. Hol van? Ott itt bednézel a izé alá. Itt az ablak alatt látod? Valahol itt van neked. Nem látom. Ülj fel oda izére, azt belátsz valahol. Várj, becsukom. Döglöttek. Döglöttek? Ott van egy, de nem ott vannak, hanem... Itt vannak a izé alatt. Nézzél be ide, nézd! Látod? Ja. Csak le kéne verni, utána meg eltaposni, nem? Szóval ez már itt áll két éve. Az öreg lány. Mindjárt csinálunk egy próbaindítást, mert tegnap elakadt egy terautó, azt ki kellett volna húzni, csak hát nem volt idő rá. Beüzemeljük, hogy működjön. Mindjárt meghalljuk a hangját. Két év után. Újból. Hú, Erik, jönnek ezek, mint a golyó. Le kéne verni azt a fészket, te gyerek! Beoltanak, azt eltünk a francba. Megdöglöttek? Igen? Akkor üsd már le, itt volt az előbb a izé. A betonvas. A betonvasra üsd már ezeket. De itt volt egy rövidem, nem? Hol raktad? Az nem az volt. Gyere, várjál. Az kicsi, nem? Innen jobban látod szerintem. Hova raktad a betonos? Hol van ez? Innen be tudsz nyúlni, hallod? Erik, nézd csak! Innen, ne! Hallod, innen jobban látod. Jelentik róla itt körbe ez a tömítés rész, vagy vászon, vagy nem tudom mi. Oké, van még egy, ide felém. Van még egy. Ide gyere. Add ide a izét, olvasod. Innen el látod? Adta. Benézem. Látod? Add az meg még egyet. Oké, most csak dob ki a fülkéből, ott lent lesz. Hol? Na, kicsit bolygál a gázolaj, úgy látjuk ott. Olajat annyira nem, vagy már leszáradt róla sok állásba. De majd meglátjuk, hogy hogy muzsikál. Anti bátyánkat felhívtuk, hogy hogy kell bekötni az aksit, aztán rájöttünk, elmondta, hogy mi az ábra. Itt maradt még a kulcs. Csak ez várja, Erik, mert ez a mínusz, akkor nem probléma. Ide ne baszoljon hozzá, mert akkor lefüstölünk. Na. Be tudod pöccenteni, gyerek? Igen. Aha, hát ki, várj, lecs... Tehát te vagy a nagy szakínám. Akkor cseréljünk. Lecsukom a motorvászatot. Hogy vetted fel ezt a pöccet? Jó. Na. Hallgatjuk az öreg lányt, hogy hogy muzsikál. Őveri! Várjál, fölteszem. Rágyjuk az adást. Csántam meg, így be kell. Nézzük, izzítás. Ó, ez izzít, mint a golyó. Gyere, nézd meg, nullán van az összes izé. Mi az? Levegő mutató. Mert ez csak akkor fog elindulni, ha már betermelte magának azt a 4-5 izét. Ó, érződik ez a meleg. Na, ízítás alakul. Aha, aha. Piroslik a paradicsom.
Na, halljuk elég mi az ábra. Mi az öreg lány, mi? Hagyjál jó. És már kopál egy darab, bele olcsa. Na, elindult, már nem a nullában. Ott az ablakba látod? Hogy volt mennyire? Na, szóval kezdünk főfele menni. Elindult a kölyönlőröm. Elég volt a pár. Jöpön? Thank you.
szóval ez így indul. Két év után. Na, vigyelem, zörög!